én magyar költőnek szeretném tartani magamat, nem is, mert Erdélyben, Romániában vagyok, romániai magyar költő. Én magyar költőnek egy vidéki bankjókészítő, egyszer a Iyés Gyulának mondtam, azzal a rizikóval, hogy egyszer bekerül a Nemzeti Bankba, és ott megnézik, hogy van-e benne vízjel, van-e ennek aranyfedezete. És akkor Iyéssel találkoztam, és mondtam neki, hogy éppen ezért vezérigazgató úr, én most el fogok mondani magának 5 verset. Nagyon megrémült, mert én is ismertem ezt az édesanyját, hogy jön a kézirattal. És akkor én még bátor és magabiztos fiatalabb ember voltam, és azt mondtam, hogy megnyugtattam, hogy mikor szép okos fejét fölkapta, hogy ne tessék megijedni, tűrhetőbb dolgok lesznek. És elmondtam 5 verset, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezek nagy dolgot jelentettek, nem volt, hogy attól kezdve. Én nem, nincs nekem levelezésem, irodalomtörténeti dokumentumértéki levelezésem, de az a jó néhány találkozás, amit Iyés Gyula, ami többek között azt mondta, hogy érdemes Sándor, csinálni kell, csak egy lekérlek ebbe a hősietlen korba, hős ne légy. Mert hősnek lenni ilyenkor nem érdemes és nem szabad. Nagyon vigyázz magadra. A feleségem kiszabadulása után, csak a konyhabútorunk lévén, azt mondta, hogy látod Sándor, nézvén az irodalmi sajtunkat, hát ennél jobb verseket, vagy ilyeneket legalábbis tudnál írni. És úgy ránéztem, és hogy hát azt mondja, nézd, vennénk bár egy fotelt. Jó, mondtam. És bementem a szerkesztőségbe, másnap reggel leültem, és megírtam egy szuszra gépbe 3 közölhető verset. Menetbe adtam az utunk szerkesztőségbe, ahol az egyik mindig dicsérő szerkesztő. Róla is volna egy jó történetem, csak félek, hogy nincsen film. Egy Gál Gábori történet. Azt mondta, hát ezek kitűnnek, és a jövő héten hozni fogják is. Mentem haza, éppen utaztam kiszállásra, és mondtam, na, itt a fotel. 3 vagy 4 vers volt, nem tudom. És hazajöttem 3 vagy 4 nap múlva, és vacsorázunk, és azt mondja, te Sándor, hogy gondoltad, hogy ezek a versek meg fognak jelenni? Hát mondom, hát miért ne? Veszünk egy fotelt. Hát azt mondja, már ne haragudj. Aztán csend, 1 hét, 2 hét, 3 hét, 4 hét. És nem jelennek meg a versek. Elkapom a szerkesztőt, és mondom, mi van? Hát olyan nagyra bújtatok azokkal a versekkel, hogy milyen jó, és hogy örültetek. És én soha életemben még nem kérdeztem, hogy miért nem közölnek verset, most megkérdeztem. Mégis az én színvonalamra való tekintettel mondták. Ja, mondom, de kényesek vagytok a szín. Nem beszélt veled a feleségem veletek? Azt mondja, ne, és láttam, hogy zavarom. És hazamegy, és mondom, hogy Magdi, te mit avatkozol bele az én dolgai? Mi? Hogy jössz te ahhoz, hogy elmegy a szerkesztőségbe? Te csak nem gondoltad komolyan, hogy megjelennek. Hát mondom, megvettük volna a fotelt. Azt mondta, inkább üljünk a földre. Ahogy a Gutenberg nagy találmánya, óriásit jelentett az egész kultúra, a művelődés fejlődésébe, ugyanúgy az elektronika is, és van nekem egy kedvenc veszőparipám, ugye az, hogy a vers az, amit mondani kell például, hogy lehetőség van, ez a fülszövegen is megtalálható a fekete-pirosban, hogy a vers az, amit mondani kell, szerintem. Tehát a hangszallag, a vers mondás, a képernyőn való, tehát az auditív vers, ez visszahelyezi a verset a Gutenberg előtti, mondhatnám, homeroszi jogaiba. Meg Gutenberg nagy találmánya azért egy kicsit könyvbe száműzte a verset. És persze ennek vannak ellenzői is, hogy a verset olvasni kell, és mindenki olvassa, erre azt tudnám mondani, hogy tegye szívére a kezét az olvasó, amikor a verset olvassa, mondjuk magába, hangtalanul, akkor is valahol belül hangosan olvassa. És talán ez a önmaga hangos belső olvasása válasz valahol a költő
hangulataira és kérdéseire. Koszorú. Valaki engem kiszemelt, valamire valaki kért. Hullatni verejtékemet, s ha nincs kiút, hullatni vért. Sorsomat én nem tudhatom. A célom is tétova vért. Gyanútlan jöttem, mint Simon, a cirénei ődögélt. Vállamra tették, cipelem, hiába kérdezném miért. Van, aki röhög, s irigyem, van, aki űz, van, aki félt. Hát viszem egy-két stációt a megkorbácsolt Krisztusért. És megvetek minden protokolt, és minden kincstári babért. A közönyöst, a langyosat kiköptem, ha nyelvemhez ért. Ha utálnak, hát szidjanak. Nem haragszom már semmiért. Ó, te annyiszor megdalolt szabadság, ó, te nem remélt. Gyógycsoddal, hogyha meghalok, törüld le ajkamról a vért.